Sziasztok, Ash vagyok, és biztos gondolkodtatok rajta, mi történt Pikachuval. Bocs, ezt muszáj volt, jó estét kívánok ismételten mindenkinek. Na kérem szépen, itt vagyunk ismét Silent Hill falván, ami azt jelenti, hogy kicsit megyünk és mókázunk ismételten. Nagyon-nagyon jó lesz, élvezni fogom minden egyes pillanatát. Szóval akkor ott tartottam, hogy bejöttem ugye itt a bowling pályára, lementeni itt a dolgokat, ami annyira nem volt egy fasz a dolog, de ez van. Közben azért, ha már itt vagyok, akkor körülnézek, csak nem emlékszem, hogy merre jöttem. De szerintem itt egyébként nincsen semmi az égvilágon, szóval mehetek tovább a históriás izébe tovább. Ja, igen. Na. Leftovers! Tök jó. Tök jó. Szóval akkor kaptam ezért is egy valamit. Nem tudom, hogy van-e itt bármi az égvilágon, amit egyébként én meg tudok nézni közelebbről. Erre még nem nagyon jártam, szóval fogalmam nincsen. Majd mindjárt kiderül. Nem. Ja, ez csak egy másik kijárat, jól van, akkor semmi. Jól láttam, hogy van ott autó? Autó. Igen, tehát továbbra is nagyon-nagyon fontos egyébként minél több autót bezúzni. Csak a biztonság kedvéért. És... ja. Nem tudom, hogy van-e bárhol olyan autó egyébként, akivel nekem foglalkoznom kell, mert elvileg van nekem valami emelőm, amit megszereztem, de mindegy, pont telibe letoljom, szóval akkor valahol errefele kell nekem menni majd a... Nem, elvileg pont arra, ha igaz. Nem tudom, hányszor néztem meg a térképet, de... ja. Van egy olyan sejtésem, hogy még egy párszor fogom. Szóval valahol itt van nekünk Historical Society, ahova nekem el kell jutnom, mert hogyha igaz, akkor nekem van egy gestation, és itt van nekem ugye a kulcs hozzá, szóval akkor menjünk tovább. Sokan figyelmeztettek engem, hogy a börtön az minden lesz, csak nem leányálom, szóval lelkileg próbálok fölkészülni, mert hogy az lesz a következő, ami érkezik. Arra fele voltam tovább? Megnéztem, hogy mi van arra, vagy nem? Lehet csak lelkes voltam, na mindegy, sziasztok! Sziasztok! Vannak itt izgalmak egyébként, és tegye már fel a kezét nekem itt a komment szekcióban az, aki megnézte ezt másnál. Nem az érdekel, aki végigjátszott, biztos vagyok benne, hogy egy jó páran vagytok elvégre, én is kihagytam most egy jó pár hetet, de hanem azok, akik mondjuk megnézték máshol ezt az egészet. Jó? Tehát kíváncsi vagyok rá. De én azt vettem észre, van ott valami, azt vettem észre egyébként, hogy több emberrel is egyébként nagyon-nagyon hasonló ízlésünk van. Na nézzük csak, mi ez. Azt mondja, nem mehetek el úgy, hogy elmegyek. Csak úgy mehetek el, hogy nem megyek el. Teljesen logikus egyébként. Nem tudom, mi volt az, de mindegy, nem is nagyon érdekel, nem szeretnék vele találkozni. Ja. Szóval azt vettem észre egyébként, hogy van egy-kettő olyan videós Magyarországon, egy biztosan, akivel nagyon-nagyon-nagyon hasonló ízlésünk van. Szerintem kitaláljátok, hogy kire gondolok. De alapvetően engem nemzetközi szinten érdekel, hogy ki mit néz. Tehát ki az, akinél mondjuk megnéztétek ezt. Nekem is vannak nyilvánvalóan kedvenceim. Nem ez kell nekem, hanem ez. De hát ugye én nem tudom, hogy kiket néztek. Még egy mentési pont, az jelenleg nem nagyon cicerget. Jó. Egyébként min van? 6 per 16. Ez semmi konkrétan, tehát 16, 22 darab izé, shotgun lőszer, az úgy nem mondanám soknak. Historical Society. Elvileg... remélem, hogy itt nem lesz semmi. Majd mindjárt kiderül, gondolom. Na. Lehet képeket nézegetni, olvasni. Azt mondja, hogy a kisbáró 1916-os hölgy út. Nem tudom. Nem lehet nézegetni. Ezt össze lehet törni? Pak, nem. Nem. Egyébként... ki hány éves volt, amikor megtudta, hogy ezek a klasszikus görög szobrok, vagy görög stílusú szobrok igazából, meg a rómaiok is eredetileg ezek festve voltak, tehát nem fehérek voltak. Azt mondja, hogy a fényhölgye, the unveiling of one of two statues commemorating the local folktale.
Azt mondja, a kettő közül az egyik szobor, ami a helyi népmeségben is szerepel. Ez meg valami. Mindegy. Nézzük csak. Arrafele van egy ajtó, de majd később erre visszajövök. Mi van még itt, amerre tudok menni? James azt mondta, hogy... Arrafele is vannak cuccok. Azt mondja, hogy Whistle szénbánya 1850 körül alapították, és az 1900-as évekig aktívan működött. Azt mondja, hogy a bánya nagy szerepet játszott Silent Hill felélesztésében. Remélem, hogy lőszert tartanak a múzeumban egyébként, de... Mi az, hogy it's him? Kicsoda? Ja, hogy ő! Ez az. Igen, ez a... Ködös nap. Az ítélet maradéka. Ja. Hát igen, egyébként az eredeti lore-ban ugye... Piramis fej... Az ugye amúgy is a város része volt, hóhér volt egyébként a drága szentem még korábban. Szóval igazából... Aha, mi ez? Waterfront landscape... Nem tudom, ez valami ilyen táj vízzel. Alan Smith... Születési és halál ideje ismeretlen. A depiction of the local area, the style indicates it was done sometime around the 1820s. Tehát ugye a helyi környékre mintázta, a stílusa szerint valamikor az 1820-as években készült, when the region was far less populated with sparse infrastructure. Amikor még a régió kevésbé volt lakott, és kevesebb ipar volt. Mi van még itt? Ismeretlen szerző, ismeretlen cím. Jó. Na most elvileg akkor errefele... Nem. Mindig az... Ott jöttem ugye be. Arra nem tudtam bemenni. Erre befordultam körülnézni. Elvileg akkor itt semmi más nem tudok, csak azt az ajtót kinyitni. Nem. Még erre se jó. Azt is megnéztem, jó, oké, akkor viszont... ja, akkor viszont csak erre fele tudok menni, vagy arra, vagy erre. Ezt a képet néztem, köszönöm. Ezt néztem? Nézzük, csak azt mondja, hogy a Silent Hill történeti társaság alapítói. Okés. Tökéletes. Az ott micsoda. Itt volt egy lyuk, de már nincs itt. Ott van. Jaj, elnézést gyerekek, annyira égnek a szemeim még mindig kegyetlen egyébként. Brookhaven kórház 1880. The hospital was built in response to a great plague that followed the wave of immigration to the area. A kórházat egy nagy járvány után építették, amit hatalmas migráció követett. Originally it was little more than a shack, but has since expanded into a fully fledged medical establishment. Korábban nem volt többet sufninál, de azóta egy teljes értékű egészségügyi intézményén nőtte ki magát. Azt mondja, hogy ki satírozták a nevet. Brookhaven kórház korábbi igazgatója. Nem tudjuk ő kicsoda. Szép bajsza van neki. És akkor itt elvileg megvolt minden. Jaj, de jó, hát én ezt úgy szeretem. Márióban is nagyon szerettem. Közben van időm inni egy kortyot. Muszáj kóláznom, mert a kávé az már sok volt a mai nap folyamán. Képzeljétek, hogy mekkora orbitális bakot lőttem egyébként a mai napon reggel. Vérnyomás csökkentőt szedek, és sikerült helyette véletlenül így a félhomályban tapogatózva bevennem basszus egy altatót. Így mentem dolgozni. Irgalmatlan mennyiségű kávé kellett nekem ahhoz, hogy a mai napon én működőképes legyek, és most is érzem egyébként, hogy égnek a szemeim az egész napos szenvedéstől, de mindegy, fölveszünk, ez van ideje. Hát a mai napon egyébként szerda van, ami azt jelenti, hogy jól halogattam a dolgokat, holnapi napon már nincsen, ugye, mikor lesz vége ennek a szarnak, vagy... Oké, most nem tudom, hogy vissza kell fordulni, de elvileg nem kell visszafordulnom, csak sokáig tart. Aha, mondom én. Ajtó, tök jó. Na, szó...
Na, szóval igazából, ja, tehát szerda van, amikor fölveszem, csütörtök lesz, amikor kimegy, szóval nem sokat tökölünk vele, jó? Jó, okés. Ez már bőrös lesz? Hát eddig eléggé nyugis a dolog, ez micsoda? Nézzük csak, aha. Igen, azt mondja, hogy Toluca börtön azon ráírva, 1820. szeptember 11-e, rabszám C221. Jól van, és a másik az mi? Legyen benne valami jó. Herka, megint tök jó, oké. Okay. Jó, hál' Isten, a falakból nem tud kijönni semmi jelenleg. Jó, de mindegy. Jó, nézzünk tovább akkor. Nem tudom, hogy mit hallok, basszus. Jó. Oké, és ő nem az a köpködős fajta, hál' Istennek. Mondjuk ezeket talán még izével is le tudnám nyomni egyébként. Hogyha egyedül vannak, csak én nem tudom, hogy egyedül vannak. Oké, ott van egy ajtó. Persze nézzünk ott, de mindig próbálok egyébként teljes folyosót végignézni, mielőtt ajtó közébe megyek. Rosszul látom, hogy valaki ott bújkál. Lehet, hogy csak izét hallottam, bogarat, nem tudom. De valamit hallottam. Mi a frász van itt? Big fucking lyuk. Oké, akkor először még elmegyünk a másik oldalra. Igen, erre emlékszem, hogy a börtönben eléggé sokat kellett. Ez volt a másik ajtó. Oké, a börtönben eléggé sokat kellett egyébként lefele menni. Azt mondja, hogy mi van itt. Toluca börtöntábor. 1862-ben építették. Igen, azt mondja, hogy az épületet az 1862-es polgárháború alatt használták börtönnek. Később az 1866-ban a Toluca börtönné alakították át, oké. Okay. Szóval a tábor volt eredetleg tökéletes. Igen, azt mondja, hogy mi a fene ez a karóba húzás általi halál? Ja, hogy ezt a börtönben kivégzésként használták, az kemény, vagy folytogatásra gyilkoltak, a kedvesek egyébként. Igen. A rab választotta ki, hogy melyik legyen kettő között. Tök jó. Aha. Azt mondja, hogy vörös és fehér bankett az isteneknek. Jó, tehát akkor szektánk is van, elmebeteg börtönőreink is vannak. Mit akarunk még? Minden van itt. Minden is van itt. Bár én abszolút megmernék esküdni, hogy itt nem volt ennyi kanyar, vagy csak benéztem azt az ajtót. Itt be tudok menni? Nem. Akkor viszont megyünk a lyukba, jó? Vagy ide be tudok menni? Aha! Trükkös, trükkös, jól eldugták! Hogy én mekkora barom vagyok, innen jöttem, jó? Oké, és szóval akkor ott. Elvileg itt semmi nincs, csak a lámpaszar, jó? És akkor megyünk tovább lyukazni. Folyamatosan egy... Ezt még az eredeti sem tudta nálam elérni, úgyhogy tényleg ez a... Abszolút a teljes mértékben gratulálok neki, hogy... Ezt képesek voltak úgy összehozni, hogy sokkal parább, mint az Origin. This is a typical szarcsalátok situation. Jaj, ez a ki kell jönni a börezből. De miért van kettő lyuk? Térképem nincs. Nem tudom melyik hova vezet, szóval inkább szétcsapom mind a kettőt. Vagy az nem az? Totál úgy láttam, mintha az is egy olyan fal lett volna, nem? De. Oké, okay, szóval akkor van kettő darab falam. Ez is az? Az.
Jól van, szóval akkor az úgy néz ki, hogy eléggé sok helyen tudok innen távozni. Hát menjünk sorba, jó? Nézzük meg, hogy mi van itt. Big fucking Wasser, ez nekem miért jó? Vízben van a tetű. Ott van! Egy térdeset, gyerünk. Gyorsan érj! Menjél már, fuss el oda, mielőtt még föl kell! Csezd meg, James! Hes! Ennek nem kellett volna köpnie? Vagy ez nem az a fajta? Vagy csak víz alatt nem tud köpni? Jó. Miért jövök be, csezd meg, pont a legvizesebb részre az összes közül? Csak kezeslábas barátaim ne legyenek itt, bakker, mert azok... Azok kiakasztóak teljesen, jó. Fucking rács. Falon nem látok semmit, ahol lát, vagy itt. Nem, nem nyert, jó. Térképet meg nem tudok megnyitni, mert nincs. Ez meg mi? Oké, egyre jobban el vagyok tévedve egyébként. Akkor mi hol van? Jó, ennyire nem szeretnék tovább menni egyelőre, de... Ez mi a radairosebb? Jó, hogy ezt ki kell nyitnom, okés. És akkor itt mi van? Kulcs, megvan. Ó, hogy csesznéd meg! Rohadt bograk! Gyerünk, gyerünk! Jaj, ezt tudom melyik! Tudom melyik, gyűlölöm ezt! Gyorsan, akkor... 2, 3, 9, valamelyik működjön. Nem. 9, 3, 2. 3, 2, 9. Vagytok még, vagy? Aha! Francba! Ja, meghallottam őket! Tehát ezek visszatermelődnek, jó. Szóval akkor menjünk tovább. 2, 9, 3. Na végre! Oké. Okay. Jó, én még visszamegyek egyébként, megnézem, hogy mi az istennyila volt ott. Mert elvileg ugye ott másik kettő falat is ki tudtam csapni, szóval ez pozitív. Ja. Ez az eredetiben is mocskos módon egy utolsó szarszemét volt egyébként, csak szólok. Tehát egy... itt tényleg, hogy ez nem tudod a kódot, találgatni kell, mert ugye látod, hogy mi volt lenyúzva a billentyűkről. Ja, hogy én ezekben nem tudok menni, mi? Itt nincs mögötte semmi. Fuck. Fölöslegesen jöttem vissza. Akkor megyünk még egy szintet lejjebb. Miért nem mennénk még egy szintet lejjebb? Szeretünk egyre lejjebb menni. Egyébként az eredetben is az volt a poén, hogy lejjebb ment James folyamatosan. Ez nem az? Ez az. Tehát egyre lejjebb ment, de közben pedig, amikor kijöttünk a végén, akkor ugyanúgy föld szintén voltunk egyébként. Nem back, hanem akkor be. Szánd rá magad, gyerünk! Tériszonyosoknak nem ajánlott, ez se egyébként. Gyerünk! Jámes, betődj! Azaz. Jó. Ez már vastagon a börtönszint, az hétszentség. Ja, határozottan kantinnak tűnik, és úgy látszik, hogy energiaitalt azt mindenki fogyaszt ide bent. Ja. Kezes lábasokat igazából most annyira nem dobálta be, úgyhogy remélem, hogy lassan elfelejti őket a játék, de van egy olyan sejtés, hogy csak egyre változatosabban fogja bedobni a kombinációkat. Ja, igen! Na, tehát ez is egy ilyen régi cusztáb. Az meg kiatosz. Ez egy cutscene.
ain't no big deal. Just put the gun to their head and... Eddie? Oh, hi, James. What happened here? Who was that? I don't know. It just came at me. Okay. So he attacked you, and you shot him? Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why he would do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back, and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean, the way he looked at me, I just had to do it. He looked at you? I thought you said he came at you. Yeah, I mean, I could see it in his eyes. His eyes? He kept looking at me, making fun of me. I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? Well, anyway, I better get going. Wait. You're gonna go out there alone? Yeah. Na, álljunk meg egy percre, mert igénylem, csak gyorsan egy apróság egyébként, mert ugye keringenek mindenféle elméletek, meg hasonlók, ugye, majd előkerült valamelyik videóban, beszélni fogok majd egyébként az ilyen loop elméletről is, hogy James állandó jelenleg visszatér ide, hogy mégis mi a franc ez, honnan jött, mi szól mellette, és mi az, ami nagyon-nagyon ellene szól, mindegy, ez magán vélemény, minden. Silent Hillben az, hogy mindenki úgy értelmezi, ahogy értelmezi, bizonyos dolgokra hál' Istennek több bizonyíték van, nem mindegy, nem ez a lényeg. A lényeg a lényeg, hogy ugye Silent Hill 2-ben jött elő az nagyon, amit az első részben is már ugye előhoztak, hogy ott Alissának a valóságába ment be igazából Harry, úgyhogy semmi köze nem volt hozzá. Itt pedig ugye nem spoilerezek, szerintem mindenki játszott a második részében, vagy látta az újat. Abstract Daddy rohadtul nem James-től jön, Angelától jön. Eddie pedig állandó jellege rohadt hidegben van. Jégkrémet zabált ugye ott a mi az Istenben moziba. Hideg a lehellete minden alkalommal. Tehát, hogy valahányszor találkozunk vele, akkor rohadtul hideg van. Jó? Tehát, hogy egymásba csúsznak az érzékelt valóságok, és ez később még sokkal intenzívebb lesz, de mindegy. Menjünk is tovább. Nézzük meg, hogy mennyire fogom összeszarni magamat, ugyanis többen mondtatok, hogy a börtön az sokkal parább, mint volt. Pedig tök jó van mentőszoba, jól látom. Ez a folyosó mit csinál itt? Zárva van, jó, oké. Nem szeretnék annyit pöcsölni, szóval igaz. Itt mi van? Ol. Ah, puska lősz. Hé, ott van puska. Fuck, szóval mivel majd ki kell nyitnom. Ez is lőszer, handgun ammo, az tök jó. Mi van itt? Azt mondja, hogy még mindig nem találtak meg, mióta mióta elhagyta a szekrény kulcsot, gondolom rátették a börtönlakók a kezüket. Igen, tehát ugye a... We get from the... Get...
get the spare from the witness checkpoint and secure the rifle before it falls into the wrong hands. Tehát szerezd meg a tartalék kulcsot a tanúszobából, hogy ne kerüljön a puska rossz kezekbe. Szóval tanúszobát kéne keresnem, ami kurva nehéz egyébként, hogyha nincsen nekem térképem, ahol tanúszobát talál. Ah, van térképem! Canteen, chapel, yard, next map. Oké, okay. Witness room. Tehát witness roomba kéne nekem eljutni, ami igazából egy emelettel odébb van, szóval ez tök jó. Nem baj, majd eljutunk oda is. Szerintem ide vissza fogok jönni menteni, van egy olyan sejtésem, hogy itt lesz elég baj azzal, hogy mászkálok jobbra-balra. Menjünk fel egy emeletet, jó? Vagy mi ez? Ez nem is emelet, ez kápolna. Itt valami? Valaki? Nem? Nem, hál' Istennek tök csend van. Ó, még egy kép. Mi van itt? Bulizik a Ku Klux Klán, vagy nem tudom mi volt az. Kicsit durván vallásos itt mindenki is. Nem van, várjál, itt van még valami, mielőtt ez... Van egy olyan sejtésem, hogy ott az a súly az valamit jelent, mert nagyon mutatta, és ez nem volt lőszer, nem volt egyéb, szóval... Ja. Itt van van valami, tök jó. Szekrényen? Ah, szekrényen is van. Szivarnak nézem, de nem. Herka. Hogy lehet ennyi szirincsem? Jó, mondjuk a kicsiket használtam, elértem, oké. Nézzük csak, azt mondja, the prisoners do not feel remorse, in fact they do not feel themselves to be sinful at all. A rabok nem érzik magukat felelős, nem éreznek bűntudatot valójában, egyik sem gondolja, hogy bűnös lenne. Even the simplest of them will try to shield themselves from the Lord's gaze with what little worse they know. Még a legegyszerűbb is megpróbálja magát megvédeni az Úr tekintetétől a kevés szóval, amit ismernek. And so they dream blissfully the sinners that they are. És békésen alszanak bűnösként. For no matter how foul and loathsome one's existence may be, human nature abides. Mert mindegy, hogy milyen megvetni való és mocskos valakinek a létezése, az emberi természet utat tör. Hát ezzel nem lettem beljebb igazából. Oké, okay, szóval akkor... Basza. Maria, Maria, Maria. Hol vagyunk? Fölveszek a súlyt. Hogy mire jössz, nem tudom. Persze, bazd meg, hogy most jön valaki. Feküdjél le, köcsök! Most sikerült. Hát mondom én, hogy megy ez. Hát mondom én, hogy megy ez, gyerekek, oké. Okay. Ez így királyság. Ha jól látom, itt mindenféle bilincsek vannak, meg hasonlók. Akkor itt az megy, hogy oldozz el, atyám, mert vétkeztem? Vagy nem értem, na mindegy. Jó. Meg az én anyámat, mi? Persze. Jó. Jelenleg ez az egyetlen egy hely, amelyre tudok menni. És nem örülök neki, jó? A lehető legkevésbé sem örülök neki. Fuck. Fú, ezt felkapcsolom. Hova nézett ez a... Nem. 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 Jó. Nem. Nem. Passzom. Hol az ajtó? Nem. Csessze meg? Nem. Majd visszajövök, miután mentettem egyet. Ott mászott föl a kurva plafonon az a kezes lábas. Bazzeg. Na mindegy. Sorry. Következőben nekifutok. Jó, csak gyűjtök egy kis lelki erőt, kinyitom a csakráimat, meg ilyenek, szóval... Ja. Írjatok kommentet addig, jó? Hamarosan válaszolok. Köszi szépen mindenki. Szurkoljatok nekem. Sziasztok.